Először is gratulálok a hazai csapatnak az eredményhez. Úgy érzem, hogy 80 percig domináltunk az egész mérkőzésen. Gyorsabbak voltunk, jobbak voltunk, személyis letámadásba. Kár, hogy az icereinket második félőben az egy-egy állásnál nem tudtuk berúgni. Konkrétan a Komáromi Gyuszinak volt 3 helyzetje. Úgy éreztem, a 80. percig jobb csapat vagyunk, agresszívabbak voltunk, persze a fiatalságban ezt szeretnénk kihasználni, gyorsabbak voltunk, határozottabbak voltunk, úgy nézett, hogy ezt a meccset, ha nem nyerjük meg, akkor vesztünk, de sajnos máshol az igazság. Az utolsó cserét nem nagyon jól oldottam meg, sajnos Vízlai Raci nem veszi föl még ezt a tempót az NB1-es szinten, de sajnos ez van, ez a reális helyzet nálunk mai per pillanatban. De nagyon szépen köszönöm a csapatomnak az előadott teljesítményt. Sajnos a mérkőzés nem 80 percig játszódik, de 90-ig. A videóton kihasználta a hibáinkat a végén. Egy tapasztalt csapatról beszélünk, vagy az ellenfél tapasztalt csapat volt. 3-1, amihez gratulálok nekik, de úgy érzem, hogy ezt a meccset simán meg tudtuk volna nyerni. Legalábbis ez volt az érzésem a 80. percig. De egy bajnoki mérkőzés nem játszódik 80 percig, de 90-ig. Sajnos ez történt, de az előadott teljesítménnyel meg vagyok elégedve. Mondom, domináltunk. Még ebből a csapattal is, fiatalokkal is, ez a devizánk most per pillanatban, erre építünk az agresszív játékra, a dinamikus játékra, a gyorsaságra, ami úgy lehet érezni, hogy elégséges a magyar bajnokságra, és sőt még az élcsapatokra is, hogyha odafigyelünk jobban, és nem követünk el olyan hibákat, amit elkövettünk az utolsó 10 percben. Tehát nagyon szépen köszönöm az előadott teljesítményt, főleg a 80 percet, sajnos az eredménnyel nem vagyok megelégedve. Köszönöm a csapatomnak az előadott.